Szép jó estét mindenkinek, ez az Open Music Channel műsora. Mi vagyunk a Twitchen az egyetlen teljes értékű zenei koncerthelyszín. Örülünk, hogy itt vagytok velünk ezen a gyönyörű csütörtöki napon. Én Greg vagyok, ő pedig Hunor, és a mai zenekarunkat pedig átveszi az úriember kollégám és bemutatja. Sziasztok, igen, mint már mondta Greg, én Hunor vagyok, és mai zenekarunk Galambos Dorinának az új, vadonatúj formációja, a Dióra. Szevasztok, sziasztok! Sárcok. Sziasztok! Nagyon örülünk egyébként a meghívásnak, köszönjük a lehetőséget, ugyanis ez lesz az első koncertünk idén. Így van, tényleg meséljetek erről egy kicsit, hogy ugye 19-ben alakult át gyakorlatilag a Mrs. Kalambó egy ilyesmi formációvá, ami... Hát igen, vagyis sőt, szerintem inkább 2017, amióta a Somogyvári Dani befigyelt a képbe, csak akkor még igen, Mrs. Kalambó néven toltuk, például akkor neveztünk be a dalba is, a Frozen King című nótánkkal, és akkor ott jöttünk rá, hogy hú, ez nagyon menő, ez az elektronikus hangszerelés, és akkor egyre többet lógtunk a Danival, meg ugye Mrs. Kalambó az egy jazz kvartett, ott ugye más a felállás, de ez a két úriember ugyanott is játszik velem, csak ott még van a Hiakati zongorán, és azt meghagytuk igazi jazzes felállásnak, és azzal is koncertezünk, csak akkor így szétbontódott a műsor, hogy egyre popposabb dalok születtek, és akkor nem akartuk összekeverni a kettőt. Meg úgy hallottam, hogy Laci, Heigl Laci, aki nem ismerni, basszusgitárposztról most főleg szintetizátorom van itt ebben a felállásban. Igen, igen. Ez nekem nagyon izgalmas váltás. Néha úgy is érzem magam a próbán, mint egy igazi bőgős, aki nem érti a feladatot. Tényleg ott állok, hogy most mit kell nyomnom, hova kell váltani, de nagyon élvezem, meg szeretem, meg nagyon jól esik, meg nagyon köszönöm és örülök, hogy ilyen szempontból mellettem álltok, és átadtátok azt a lehetőséget, hogy ezen a poszton nem volt választásod. Nem volt választás, én maradtam. Szóval ez úgy alakult át, hogy igen, nagy bőgő volt, mellett a basszusgitár, amikor már így keveredett a műsor, vagy keveredett a stílus is a zenekar repertoáján belül, akkor már volt egy olyan, hogy billentyű és basszusgitározás egy bulin. Erről vannak is képek még talán valahol a nyáron. Egyik nyárról, és utána pedig kiderült, hogy nincs szükség a basszusgitára sem, hanem szintig kell ezt tehát lehet hidalni. Hát ez ilyen kihívás, ez azért nagy vérfrissülést hoz, gondolom ez belül jól esik egy kicsit a basszus után, vagy nehezebb sokkal, vagy mi? Hát nekem tanulás mindenképp, de nagyon nagy élmény, mindig is érdekelt, a zongorázást azt nagyon szerettem, azt ugye még előbb is kezdtem, mint a nagybőgőzést, csak aztán a klasszikus vonalon átvett a szerepet a nagybőgőzés, így kicsit le is morzsolódott a zongora, de hobbi szinten meg a könnyű zenei gondolataimban mindig ott volt a zongora, és ezt így hobbiból a pianinon nagyon szerettem otthon csinálni, aztán így később, hogy bevásároltam a cuccokat, így már nagyon szívesen nyomkodom így ezeket az elektronikus dolgokat is. Királyság, én azt olvastam rólatok, hogy ez a váltás, efelé a pop, elektropop, én ahogy hallgattam a zenét, ilyen álompop műfaj fogalmazódott meg bennem, hogy ez egy tudatos lépés volt, hogy nyitok egy picit befogadhatóbb, vagy a fiatalok által is megközelíthetőbb zenére. Beszélnétek egy picit erről, hogy ez a váltás, tehát hogy nyilván tudatos volt, de hogy ez a zenébe mennyire jelenik meg, vagy hogyan épül be? Hát igen, nagyon jól fogalmaztál. Igen, elértünk oda például a Kalambóval, hogy jöttek a popposabb setlistek, amiket írtunk koncertekre, és akkor jöttek a fiatalabb emberek is. De aztán, hogy ne legyen keveredés, mert mondjuk a Kalambónak kicsit talán idősebb a közönsége, meg ott ugye átdolgozásokat csináltunk ismert számokból, és a saját dalok azok meg... Hát éppen mikor, milyen hangulatban vagyok, mert főként én vagyok a zeneszerző, és én is ugye évek alatt rengetegféle zenét hallgattam meg, és ezt imádom is csinálni, mert mindig kell, hogy valami új inspiráljon, és azt beépítem a zenémbe, és akkor tényleg szerettem volna egy jobban nyitni a fiatalok felé, és akkor kíváncsi voltam, hogy mit lépnek rá, meg eljárkáltam bulizni mondjuk a buli negyedbe, amikor még volt, és ott kifigyeltem, igen, hogy mikről beszélgetnek, meg hogyan viselkednek, és tulajdonképpen ez az első EP, ami kijött most hát így még a nyáron, ezekben a dalokban ilyen dolgokat fogalmaztam meg, hogy a bulizás, csapatás, veretés, minden, amit most nem szabad csinálni. Hát, vagy otthon. Hát igen. És ezt te meg is teszed. Hát egyébként igen, néha.
néha be tudok bulizni, most már egészen hozzászoktam az egyedül léthez, kicsit már kezdek a piszot lenni. Visszatérve itt a stílusváltásra, hogy a Kalambóval, amikor elkezdtünk saját dalokat csinálni, akkor jöttek ezek a poposabb dalok, és azok már így nem fértek bele ebbe a jazzklubos millióbe, és hogy kicsit ilyen identitászavarba került a zenekar, most akkor most ilyenkor jazzy, meg lányok a zenekarban, mert akkor még lányok meg voltak, tehát hogy az azért még ugye Fanni, Kati, Zsófi, tehát hogy ez még bőven az időszak volt, amikor elkezdtünk már poposabb dalokat csinálni, és aztán utána az volt, hogy ezt így, amikor kialakult legalábbis ez a hármas plusz a Kati, a Fanni helyett, akkor már egyértelmű volt, hogy mindhárman ebbe az elektronikus irányba megyünk, vagy szeretnénk menni. Akkor már nem lehetett összemosni a kettőt, mert tényleg az volt, hogy játszottuk ugyanazt a műsort, amit addig mindig a jazzklubokban, és mellé jöttek az újabb, meg a poposabb dalok, az elektronikusabb dalok, és a közönség nem értette, hogy most ez mi is. Mi se nagyon. Hát vagyis úgy csináltuk, hogy szétbontottuk, hogy volt már megrendelhető pop műsor, és volt jazzes műsor. Így bontottuk szét, de így lényeg így a lényeg, hogy ez így kiderült így a hónapok, évek során, hogy ez így nem megy a kettő együtt, és azonos névvel pedig meglovagolni ugyanazt, az pedig butaság. Kellett azért idő, hogy erre rájöjjünk, mert hogy föl kell építeni tök nulláról egy új brandet, de muszáj volt, mert ez most már annyira merőben más, hogy nincs esély arra, hogy ráhúzzuk a Kalambóra. Igen, nagyon, szerintem teljesen más a hallgatóközönség. Abszolút. Úgyhogy az koncerten fura lehet, hogy azok az idős emberek már nem tudnak visszafiatalodni, és mai fiatalok kell válni. Igen, egyébként vannak idősebb rajongóink is. Nekem van az egyik kedvencem, az a csávó, aki minden koncertemre eljön, de az összes abszihedelikus blues rock zenekartól kezdve. Ő a te rajongód. Imádom a csávót. Egyébként, tehát, hogy ezzel az új zenekarral, ezzel nyilván akkor kvázi nulláról kezdtétek, vagy nem, mert megvoltak a dalok? Hát igen, de csak arra akartam kipogni, hogy ez mind image-ben, meg megjelenésben, meg hogyha klipeket nézzük, meg megszólalásban, ez egy teljesen új irányt jelentett, nem? Abszolút, igen. Igen, meg most majd fogjátok hallani, hogy vannak olyan dalok, amik majd ismerősek lesznek, akik a Mrs. Kalambót követték az elmúlt egy-két évben, és jöttek ki klippes nóták, még Mrs. Kalambó néven, de el fogjuk őket játszani, úgyhogy. Nagyon menő. Azt olvastam, hogy a HR című számotokhoz, amiből majd fogunk is meg fogjuk mutatni a klipet, hogy ott a Szombat Mátéval dolgoztatok, és hogy volt egy ilyen koncepció, vagy egy elképzelés, hogy a szerelem mint drog, vagy a drog mint szerelem, és hogy ez egy érdekes téma lehet, erről beszélnétek egy picit, hogy ez miért fontos, vagy a fiatalokhoz kötődő esetleg? Hát igen, mert az úgy történt, hogy pont a Buli negyedben jártam, és láttam egy kislányt, kb. 16 lehetett, olyan szép csillámporos szemekkel, mint amilyet most nekem csinált a sminkes lányom, és hát így örvendezett az utcán magában, hogy én annyira szeretem a drogokat, és mondtam, hogy hát ez nem annyira jó irány, inkább fordítsuk ezt úgy, hogy kulturálisan értékelhető legyen, és akkor a Dani és a Mogyvári, meg a Kozma Kata dala ott lapult a fiókban, amikor egyszer elmentem stúdiózni a Danival, és mutatta, hogy figyelj, ez tökre jó lenne a ti műsorotokba, és akkor egyből leukéztem, hogy oké, nagyon tetszik a dal, és a Kozma Katának volt kedve szöveget írni, úgyhogy ez az a kakuktója, aminek nem én írtam a szövegét, viszont elmeséltem ezt a sztorit a Katának, hogy valahogy vonja már párhuzamba a szerelmet és a drogokat, és hát ez lett a vége, hogy annyira el tudsz szállni, amikor valaki ír, teljesen oda vagy, olyan, mint a belenél tépve. Tök jó, és lett egy férfi szereplője is az egésznek, aki igen. Ugye egy ismert metal bandának a tagja. Mesélsz erre egy kicsit, hogy jött pont ő? Igen, nagyon gyorsan. Igen. Nagyon gyorsan kellett keríteni egy fiút, mert a Máté mondta, hogy ez nem fog megállni ez a storyline egy személyes klipben, úgyhogy kell egy fiú, és akkor az AVS zenekarral mi tök jóban vagyunk, meg hogy a Marosi Niki a menedzserünk, és nekik is, és akkor így mondta, hogy jó, hát figyelj, szólok a Somának, oké, király, és akkor így el is vállalt a
nagyon jó fej volt, jól bírta a forgatást, és akkor hát jókat bolondoztunk. Jó hosszú klipforgatás volt, de nagyon élveztem minden pillanatot. Somát ismerve ő azért nem egy ilyen veszélyes vagy nehezen kezelhető. Figyelj, és kiderült, hogy a csávó az konkrétan egy színész tehetség. Nem tudtam róla, de annyira jól instruálta őt a Máté, miközben engem éppen pingáltak a fürdőkád szélén ültem, és így hallgatóztam, hogy mit magyaráz neki, hogy mit kell majd megcsinálnia is, vagy hogy kell néznie, és akkor így Kajak megcsinálta elsőre a dolgokat. Ilyen nagyon akkor lehet, hogy új karriert indítottak. Simán, úgyhogy őt lehet hívni klippekbe. Tanácsolom más zenekaroknak is. Szerintem, hogyha már szóba került, akkor meg is mutathatnánk ezt a klipet, ami a HR címre hallgat. Viszont azt szeretném kérni, hogyha bármi kérdésetek van Dorináékhoz, akkor nyugodtan kommentbe, hozzászólásba, bármibe küldjétek be. A műsor alatt is menni fog, úgyhogy látni is fogják élőben is, úgyhogy várjuk, mivel interaktív a műsor a kérdéseiteket, és be is fogjuk olvasni, hogyha éppen olyan. Következzen a HR című klip. Szerusztok újra, itt még mindig az Open Music Channel, mai vendégünk még mindig a Dióra. Szeretném elmondani gyorsan, hogy 15 napig ezt még megnézhetitek Twitch-en, majd felkerül YouTube-ra, ahol megnézhetitek örökre. Ez pedig a Higher című klip volt a Diórától. Hajnali 4-ig forgattatok. Hát bizony, nem volt egy egyszerű feladat. Én azt hiszem, hogy délután 2-re mentem, ez mondjuk jó volt, mert korán kelni utálok, és akkor így megszántam Máté. De emlékszem, hogy a Csaja, Glória, aki a gyártásvezető is, ő már olyan este 8-9 fele már aludt, mert ő az előtti 2 nap is azt hiszem forgatott, és őnek előbb kellett menni, meg a berendező embereknek, meg volt, aki csinált nekem Barbie dobozt, amiben beletettek. Hát az állati vicces volt, amikor így hátulról valaki megtolta, ilyen kis kocsin volt ez a doboz, és akkor kb. Mint a szörföztem volna, úgy kellett állni. Tisztára féltem, hogy leesek így ki a korláton át, és valami 4. emeleten forgattunk, vagy nem is tudom. Szóval elég para volt, és csak hajnal 2-kor mentem föl a létrára táncolni, erre emlékszem, és akkor olyan 3-4-4-kor pukkant a pezsgő, amivel nagyon örülök, hogy nem lőtt fejbe a Máté, mert mondta, hogy jó, föl kell rázni, és hogy kipukkanjon jól a dugó, és hogy így kilocsanjon a pezsgő, és így szerencsére nem talált el, de egyébként egyszer vissza is kellett dugni a dugót, és aztán utána sikerült megörökíteni azt a képet, hogy milyen szépen lövel ki a pezsi. Az jutott eszembe, amikor hallgattam a zenét, hogy okoz-e problémát, vagy mekkora munka az átültetni egy ilyen zenét élő megszólalásba. Hangszerelés tekintetében, stb. Nyilván beszéltünk arról, hogy neked át kellett állnod egy másik hangszerre, de hogy mint egy dobos mindenkinek öt felé kell figyelni, és minden végtagjával más nyomkod, már elnézést. De vagy, nekem viszonylag egyébként ez így könnyen ment, mert hogy itt inkább a hangszínek, tehát a dob az, tehát 2 kéz, 2 láb van, és azzal ugye megoldjuk így úgy. Inkább a hangszínek bingizésével megy az idő, hogy a hangszerelő, meg ugye Dorika Danival, Dávid a hangmérnökünk. Igen. Szóval Danival, ők csinálják abszolút a zenét. Mi nem is vagyunk ott. Mi kvázi megkapjuk majd, hogy nem kész állapotban, és ami nekik ott eszükbe jut, illetve összepakolják a dalokat. 99 sávot. Igen. Majd elkezdjük leszedni belőle. Abból nekem például annyiból nehéz, hogy az eszközöket úgy egymás mellé rakni, társítani, a hangszíneket, stb. Maga az, hogy mint dob funkció, az nem okoz senkinek sem különösebb problémát. Nekem inkább a hangszínek bingizése, hogy megtalálni azt a hangszínt, biztos, hogy olyan lecsengése legyen, stb., amit ők kitaláltak a stúdióban, ezzel megy meg az eszközök vásárlása, hogy akkor most mi kell hozzá, mi nem kell hozzá. Meg aztán a koncerten meg olyan, mint egy űrközpont, olyan kb. Igen, volt egy idő, amikor mindent nagyon úgy akartam megcsinálni, hogy jó legyen, és akkor hogy én kezeljek mindent. Most én átvállaltam a saját laptopomat. Mindent, és akkor volt egy idő, amikor magam mögött mellett előtt volt az összesféle digitális kütyű eszköz,
de az botrány. Tehát egyszer nem, hol voltunk, amikor másfél órát késtünk, mert egyszerűen képtelenek voltak nem le. Valahol, mindegy, valahol voltunk, és augusztus 20-ai ünnepségen, és már majdnem elzavartak de a fejébe. De nem is késtünk, hanem ott voltunk, csak rosszul voltak ledugva a kábelek, mint ahogy általában egy sok csomószor. Sok volt az eszköz, és nem... Mindegy, és akkor igen, attól féltünk, hogy már meg fognak dobálni, mert olyan hosszú volt a beállás, hogy már mi is alig vártuk, hogy kezdődjön már, de utána meg tök jó volt az a buli most, hogy mondod. Ott összeszedtünk három lányt, akik ilyen magyar lányok voltak, de Belgiumban élnek, és ők nagyon rákattantak erre a zenére, mert a belgáknál tökre menő is ez a stílus, és akkor őket vittük hátra a backstage-be, hogy segíts már megenni azt az egész nász népnek elég lett volna azt a rakomány kaját, amit oda kiraktak egy ilyen triónak. Na és most Laci is elmondja, hogy neki milyen nehézséget okoz. Hát a nehézségekről már beszéltem. Amit látok benne, hogy ugye az együttes szempontjából ugye egyrészt azon, amit Norbi mesélt, hogy most megtalálja mindenki a helyét, szépen beleilleszkedjen, főleg a hangszínek, illetve a játszás terén is bizonyos sajátos dolgokat is be tudjunk vinni, ami szerintem így ezt követően egy előre fog mutatni, vagy a csapat feladata lesz, vagy kiforrott sajátja az, hogy ezeket az eszközöket, illetve a Dorina zenei, fejében megszületett zenei világához, meg abból kiindulva, hogyan tudunk mi egy plusz részeket beletenni, gondolok itt az instrumentális átvezetőkre, a saját részekre, improvizált elemekre, amik még egyelőre ugye majd a próba folyamatok alatt fognak a helyükre kerülni, de azt hiszem, hogy ez a következő lépés ennek a triónak, hogy a saját hangját úgy találja meg, hogy ezeket a már Dorinához igazított és zenei világához, ami is nagyon szeretünk, nagyon sok ilyen zenét küldözgetünk egymásnak, azóta nagyon beindult ez a kommunikáció, igen. Mert ugye alapvetően ugye akusztikus zenei világból érkezem én, és az érdeklődésem ugye az elektronika, meg az ilyenfajta hangzás iránt az itt mindenféleképpen. Levezettél arra igazából, amit kérdezni akartam, hogy van olyan ihlet, vagy van olyan zenekar, ami hatással volt egyébként erre a projektre, vagy mutogatjátok, persze, hogy igen, ez az, ami... Melyikek igen, ezek? Van például az Aluna George, őt nagyon szeretjük, ő volt az első talán. Most távlót és fantogramot küldözgetek a fiúknak minden mennyiségben. Dorina mindig napra kész, olyan zenéket hallgat, amiket senki más itt messze földön, és én nem ismerem őket. És folyamatosan mondja, hogy figyelj, tök jó, mert hát Dorina, nem ismerem, azt sem tudom. Mert hogy ő tényleg eszi vissza ezeket a közösségi oldalakat, és keres, kutat, és tök jókat talál, és bizonyos időközönként megbombáz bennünket egy csomó lemezzel, hogy figyelj, hallgassátok, mert tök jó, és tényleg az van, hogy múlt hétvégét én végignyomtam az összes YouTube-on lévő, lehet mondani? Koncertet tényleg, szóval az összes YouTube-on lévő koncertet a zenekaroktól, mert tök jókat mond, és ezzel így abszolút frissen tartja, hogy ne izéljünk bele, hogy tehát hogy abszolút képbe kerülünk így rögtön. Igen, és hát az van, hogy ez az ő világa amúgy teljes mértékben, attól függetlenül, hogy mi teljesen jól illeszkedünk, meg szeretjük, de ha ő nem lenne egyébként, vagy nem mutatná, nem tolná, akkor mi nem találnánk rá ezekre az előadókra, és valószínűleg erre a hangzásra sem. Hogy írtad a múltkor a csopiban, hogy Dorika, nekünk fogalmunk sincsen róla, hogy miket hallgatsz mostanság. Tényleg így van, hogy ő az, aki a koncerteken, meg a fesztiválokon kiírja a legkülönfélébb zenekarokat, és senki nem ismeri szinte Magyarországon, csak ő. Vonalas papírra is, félbetívve is megfordítva. Tavaly valaki beszólt, hogy miért így írom, mert kell a papír, és ilyen kis papírokra írtam össze, hogy hova kell menni, és mi az időbeosztás, úgyhogy én a Szigeten például csak úgy megyek, hogy aki jön velem és tudja tartani a tempót, az jöhet, de különben meg lemorzsolódik, mert nekem oda kell írnem. Hanem kikapcsolódni, csak imádom, hogy az új kedvenceimet mindig berakják ilyen 16-30-ra, meg minden mondjuk harmadik nap, amikor már amúgy is így nézel ki, mert nem aludtál sokat, de élvezem, és sőt, volt olyan, amikor hajnal 3-ra mentem ki, és beálltam az első sorba a Tycoon, és oda jöttek ilyen menedzser formák, és mondták, hogy nem akarsz bejönni a backstage-be? Mondom, nem, én csak a zenét hallgatni jöttem megnézni, de köszi, ha bár
azóta elgondolkodtam, hogy lehet, hogy el kellett volna menni hátra és összeismerkedni, mert lehet, hogy máshol laknánk. Most a helyzetben fene tudja. Ja, ja, és igen, ez a baj, hogy jött ez a vírus, és akkor így nem tudtunk együtt lógni, közben én megírtam egy másik lemezt, akkor másik fiúkkal lógtam, és akkor augusztusban szerettem volna, hogy na, akkor most már kezdjünk bele, hogy akkor heti egyszer legalább próba, és így nem, mert akkor meg a Dürernek mentek neki, és azt semmisítették meg, akkor a Roksuli ott van, és a Norbi ott tanít, és igen, mondta, igen, hogy ja, most nem bírok, mert hurcolkodni kell. Úgyhogy most, de most sikerült, és annyira jó, hogy az évet ezzel a zenekarral kezdtem, és ezzel is fejezem be. Ezzel kezdtük. Persze, hát akkor jött ki az első klip évelején. Ja, igen, mert decemberben forgattuk, igen, a Hájért, és akkor az januárban jött, igaz. Hát, vagy igaz, január, igaz. Vagy február nem, volt. Egyébként ez nagyon kellett már, mert tehát, hogy ez, hogyha nagyon sok idő kimarad, legalábbis nekem most... Igen. Hát ez kész katasztrófa. Tavaly augusztus óta nem játszottunk kb. Igen, egyébként is új dolog, új produkció, teljesen, azért Magyarországon ilyen nem nagyon van, és ez nyilván egy mély víz mindenkinek, de hát... Igen, meg nekünk is az a tapasztalatunk, szerintem, hogy zenész az olyan vérmérsékletű ember, hogy ezt csinálni kell folyamatosan, mert hogyha kiesel belőle, akkor meg egy kicsit ilyen... Igen, csak a... Igen, tehát ezekben az ínséges, most tényleg ez az év, ez olyan, amilyen, senkinek nem könnyebb, az biztos, hogy most... Igen, még, senki nem örül. Még próbált összeszervezni, és hát hogy lehet így, hogy kiárási tilalom, és akkor így igazolást kell iratnunk magunknak, hogy kb. Vagyis nem, mert most bevállaltam, hogy fölkelek. Akkor kezdődik a próba kétkor. Hát az van, hogy Dorika dél előtt hát 11 volt a megbeszélt, de aztán rájöttem, hogy de jó, hogy 3:45-12-kor estem oda, mert még mindig csak dugdostátok a cuccokat, úgyhogy azt hiszem, én énekesként ez lehet, hogy mind a ketten át tudjuk érezni, meg hát délelőtt még nincs hangja az énekesnek. Hát ez az, nekem ez a legnagyobb bajom. Mindezt mondjátok. Igen. Ezért szoktam ordítani. Nem áll fel a rendszer. Úgyhogy ez tök jó időpontban van. Amikor mondtad a belga lányokat, meg hogy ott milyen menő, meg népszerű ez a műfaj, akkor eszembe jutott, vagy gondoltam, hogy megkérdezem, hogy angol nyelvűek a számok, illetve nyilván ez Európa szerte nyitottak erre az emberek, hogy vannak egyébként ilyen tervek, hogy külföldre tereszkedjetek? Hát tök jó lenne. És Dorikának csak ilyen tervei vannak. Ezzel hát egyébként én mindig ellene vagyok. Tehát Dorika az egyébként 10 éve, mióta mi együtt vagyunk, vagy 11 éve, nem tudom, a Kalambóban, hogy ő mindig a föld felszíne fölött van 5-10 centivel, és ő teljesen nem itt néz, hanem ő teljesen máshol van. Én meg pont az ellenpontja vagyok, én rángatom folyamatosan le, ezért vannak nyilván összepattanások, hogy miért nem látok túl, mondjuk. Tehát, hogy ő tényleg abban van, hogy ő nem Magyarországra, most ez nem semmilyen pejoratív, meg semmi, nem úgy, de hogy nem ide csinálja a zenét. Ja, lehet ezt szépen mondani? Nem olyanokat vagy, hogy... hallgatok. Igen, igen, tehát hogy nem magyar zenekarokat hallgatok. Például a Cárbi például az nagyon-nagyon bejött tavaly az A38-on. Megnéztem, ő egy nagyon jó csaj. Egyébként azért én azt gondolom, hogy most már a fiatalság nagy része nem csak így régióból hallgat zenéket, szóval hogy az angol már annyira sűrűn beszélt nyelv lett. Globalizálódó. De az a baj, hogy ez még nem így van, szerintem. Teljesen nem, nézzétek meg a mainstreamet, igen. Tehát, hogy a magyar mainstreamet megnézi az ember, azért... Hát és az a baj, hogy diszkriminálva is vagyunk, mert pályázatot sem bírunk kb. Beadni, mert oda van írva, hogy előnyben részesítjük a magyar szöveget, meg minden. És akkor most... erőszakoljam meg a nótát. Egyébként hogy... próbálkoztunk az Ikarusszal, tehát hogy az Ikarusz az úgy jött ki, direkt, igen, kiadó, mert azt az Őrs írta. Kiadóval megbeszéltük, hogy legyen egy kijövő magyar, mert mégiscsak akkor még azt hiszem Kalambó volt, ugye? Tehát akkor még a Kalambó néven futottunk, hogy ne legyen rögtön angol nyelvű kijövő klip, hogy mégiscsak ez az új stílus, stb. De... Hát az van, hogy a kreativitás, a folyását nem érdemes akadályozni. A magyarnak más a ritmikája, más zenét inspirál, igen. És tényleg, hogyha írsz egy énekdallamot, és az egy külföldi zenéből van inspirálva, és aztán arra ráfeszítesz magyart, ezt nagyon ritkán találják el az emberek, és hát szerintem
legtöbbször fölösleges volt, mert rontott a végterméken. Igen. És a tartalmat is sokszor, mert a prozódiát, a magyar prozódiát is elrontod, és akkor gyakorlatilag... Hát vagy az tökre hiteles, hogy meg. Te majd megírsz valamit, mert a saját gondolatod, és sajnos nekem úgy jön, hogy odaülök a zongorához, és néha jönnek ilyen bemondások, és azokat általában meg is tartom, mert akkor tényleg az a feeling van. És ha ezután jön egy következő kör, hogy keresek valaki olyat, aki tökre hasonlóan tud gondolkodni, mint én, és nem ír nyálasat, vagy akármi, az nagyon nehéz, de már ettől az egy dologtól is már olyan, mintha kicsit meg lenne erőszakolva a saját gondolatom, vagy a dalom. Néha egyébként azt gondolom, hogyha az elején egy kis plusz löketet ad az ember neki, akkor már onnan kiderül, és hogyha onnan már nem kell tovább erőszakolni, akkor megérte az a kicsi plusz. De ez ritka, azt gondolom. Meg biztos, hogy sokkal több munkával, nekem legalábbis az a tapasztalatom, hogy magyarul szöveget írni úgy, hogy az működjön minden téren, meg értelemben is, meg rímeket ne azt használd, amit tényleg most már mindenki, ne a hosszú magánhangzóval legyen vége a sornak, hogy kitartasd azt a hangot. Ja, tehát, mert egy csomó azért... rossz prozódia van magyar dalokban. De ez zenei környezet is meghatározza. Hát igen. A rap az teljesen, király. Igen, pont most a Tirpa barátomnak most hallgattam végig a legutóbbi lemezét, egyik nap meg arra mentem meg, hogy így, úristen, de király, igen. Rá is írtam. Épp azt akartam mondani, hogy a magyar rap az meg ilyen szempontból szerintem is. Ja, meg egy Krúbi, tök jó dolgokat tud. Krúbi is nagyon-nagyon jó. Kicsit talán azt is gondolom, hogy az előre is mutat, mert az a fajta lazaság, amivel magyarul lehet rappelni, hogyha azt át tudnánk vinni az énekbe, akkor már ott van az a szabad írás. Csak sokszor azért legtöbbször a dallamok meg a zene oldaláról közelítjük vagy akkor meg ilyen fricska lesz, és akkor az meg azzal is vigyázni kell, hogy nehogy túl legyen tolva, és akkor félreértik az emberek, és megsértődnek, az nem jó. Hát jó. Valamilyen szinten ezt is egyébként úgy le kell szarni. Jó. Na. Lényeg, hogy szerintem a Dióra ilyen szempontból angol szöveggel működik úgy, vagy hangzik jól, pont. Lehet, hogy más zene más nyelven, de szerintem ez így van egyben. Legalábbis így a magyar szöveg után, az Ikaros szövege után. De azért játszunk egyet magyarul. Igen? A Csillag közit, amit tényleg. Szekeres Andrisnak és Kerekes Sugárkának. Köszönhetjük azt a zseniális szöveget. Úgyhogy azt még benne hagytuk a műsorban. Igen, én fúrtam be, megmondom őszintén, tehát, hogy igen, én már így szerettem volna, hogyha full angol. Igen, hogy ne legyen akkor egy kakukktojás benne, de Dorina kardoskodott. Hát meg kell a műsor, mert ugye addig jutottunk, ameddig jutottunk évelején, és a Somogyvári Danit sem láttam egész évben, és már nagyon kivagyok, de őt nagyon nehéz elérni, mert olyan, mint egy barlanglakom, hogyha lemegy a stúdióba, akkor nincs is kapcsolatod, nem lehet vele kommunikálni, aztán egyszer csak rád ír, aztán válaszolsz, aztán megint eltűnik, és így nagyon szeretném most már folytatni a dalok írását. Úgyhogy ez következik majd. Sokan lettünk amúgy azért barlaklakók, azt vettem észre, a művészek, azok hajlamosak rá, hogy így téli álmot alszanak most, hogy nincs is koncert sem, meg semmi. De mondjuk, meg őt szerintem foglalkoztatják, többi előadó is levette, aha, hogy mennyire király, mint zenei producer, és ezért sokan hozzáviszik a dalaikat. Hát igen, egyébként meg muszáj hajtani a malmot ilyenkor is, szóval van mit csinálni, úgyhogy mindenkinek ajánlom, hogy írjatok szövegeket. Próbálkozzatok meg a magyarral is, hát a... Ha már az anyanyelvetek, mihányszor megkaptuk ezt. Minden esetre nyilván azért vagyunk mi itt, meg azért vagytok ti is itt, mert megpróbáljuk betölteni ezt az űrt valamennyire, és nagyon örülünk neki, hogy itt vagytok, meg itt zenéltek nekünk ma este. Mi is. Beszéltetek arról, hogy áll össze ez a szett, ez egyébként okozott bármi fajta fejtörést, azon kívül, hogy a magyar dal szerepeljene benne, de hogy honnan rakjátok össze a dalokat, vagy milyen ívet. Egyébként igen. Annyira köszönöm. Nem, szerintem elég jó lett az íve, elég jó, bekezdünk. Változtatott akkor a Dorina rajta egyébként most. Nem ez a megszokott sorrend, tehát nem ez volt a sorrend, ez most egy viszonylag új. Ja, de van benne egy kicsit ilyen csillezősebb rész, az majd igen. A háromnegyednél, és aztán a végén megint veretős. vannak benne kvázi akusztikus részek, és tehát azt meg nem szerettük volna kihagyni, hogy
tehát Laci az is, a csillezős rész. Igen. Tehát, hogy ami nem zenei alappal van, hanem tényleg szabadon játsza a Laci, Dorina, és ezeket nem akarjuk kihagyni. Egy kicsit ilyen lírai, kicsit ilyen ott egy improvizatív kis rész van, és ezeket azért, tehát ez egy tök jó szín ebben az egész műsorban, meg így ezek is mi vagyunk. Kár lenne nem belerakni. Mert, és az pedig egy régi kalambódal egyébként, ami most kvázi akusztikusan fog lemenni, zongorával meg énekkel, és én a végén ott bele tyütymörgök, de hogy nem szerettük volna kihagyni, mert hogy tök jó improvizatív dolgokat játszanak, és ezek is mi vagyunk. Tényleg, Dorina, te valami szerkentyűn is játszol itt most. Ez mi ez, és hogy jött? Én a Machine Micro-t fejlesztettem ebbe a zenekarba. Egyébként ez az a zenekar, amiben végre nekem is hurcolkodnom kell, és van egy csomó cuccom. Nem elég csak úgy vinni egy mikrofont, vissza is sírom a régi szép időket, hanem nagyon szórakoztató. Meg szerettek kipróbálni új hangszereket. Volt már, először volt a Microkorg, de az most ugye a Laci előtt van. És akkor, jaj, megláttam ezt a Machine Micro-t, azt hiszem pont Fantogram akik koncerten. Akik nem ismerik ezt a hangszert, bocsánat, hogy beleszólok, csak hogy egy picit mondanál a háttérről, hogy ez mi konkrétan, ez egy szempont. Ez egy, össze van kötve a laptoppal, és egy ilyen kis, hát nagyon aranyos kis színes kockákat lehet nyomkodni, amikre kiosztjuk. Na ezt tetszett meg neked, igen, színes igen, kockákat lehet nyomogatni. És most végre fog látszódni a képernyőn is, hogy arra vannak kiosztva, amit például a Dani a stúdióban mondjuk eltekerünk egy vokált, és akkor azokat osztjuk ki a kis kockákra, és akkor én azokat hozom be, amikor az a dalon belül van az a rész. Szóval ilyen húkokat tulajdonképpen azokat. De egyébként bármit rá lehet rakni, az Abletonnal működik, és akkor így dobolni is lehet vele. Néztem olyan videókat a YouTube-on, úristen, vannak olyan csávuk, hogy rohadt gyorsan tudnak rajta játszani, és így ezzel szórakoznak. Az nagyon érdekes, ajánlom mindenkinek. Kaptál egyébként egy bókot a ruhádra. Nagyon-nagyon unatkoztak. Nem hallottad, Dorina. Ja, kaptál egy bókot a ruhádra, hogy jó az űrruha, az poklapitány. Köszönöm szépen ezt meg. Polyák Eszter, divattervező barátnőmnek köszönhető ez a jó kis űr, igen, a csúcsos vállú cucc. Mondtam, hogy szeretnék valami extrát, mégiscsak, hogy már első és utolsó koncert ebben az évben ezzel a zenekarral, akkor nézzünk már ki rendesen, úgyhogy Polyák Eszti egyébként. Te nézzél ki rendesen. Jó, de ebben a fiúk inkább vagy sportosban, vagy ilyen sötétebb szerkók vannak, úgyhogy én vagyok a karácsonyfa. Épp időben egyébként. Igen, úgyis mindjárt már teljesen benne vagyok, mert alig várom. Jövőre vonatkozó tervekről beszéltetek már egyébként? Nyilván alakul majd, meg meglátjuk, hogy mi lesz a koncertezéssel, meg hasonló, de magának a projektnek a tervei azok még új dalszerzés, esetleg klipek, valami? Hát én szeretném még, hát tök jó lenne a két ünnep között, hogyha rá tudnánk menni a Danival új dalokra, de vagy maximum magamnak, mert vettem egy zongorát is, úgyhogy én a dallamokon már dolgozom, és akkor igen, először összefázunk a Danival a stúdióban, és megcsinálunk még legalább egy 5-6 dalt, és akkor hát amelyiket a legjobban szeretjük, persze utána a klip, de minél többet szeretnénk lehetőleg játszani, már amikor majd lehet. Igen, mert ez így nagyon uncsi, ez a vírus szitu. Inkább beadatom az injekciót, komolyan csak lehessen már menni. És igen, és akkor egy következő EP szerintem jövőre ki tud jönni. És akkor, igen, klip. Kémia, csiszolgatás. Ja, igen, sokkal több próba. Hogy csak lehet. Nem is az van, hogy az legyen, erről korábban is beszéltem, tehát hogy minél többet úgy összejárni, hogy nem is a konkrét műsorral, meg a dalokkal foglalkozni, hanem azzal, hogy a saját hangunkat hogyan tudjuk még hozzátenni. Persze, mert kéne olyan szám is, hogy úgy születik meg, hogy mint az előbb, amikor beálltunk, és akkor így kicsit prüntyögtünk, és kész egy alap. Amit majd a Dani felpompázhat mindennel. Csak én azt is szeretem, ahogy
azok a dalok, szóval a másik oldalát ennek, ahogy úgy születik meg egy nóta, hogy mondjuk egy vízcseppet fölvesz, vagy esőt mondjuk, kitart egy mikrofont, és utána azt eltekergeti, és abból egy, az tulajdonképpen mint egy hangszer úgy működik. Persze! Hú, miket is csináltunk, ilyen fiók kihúzkodás biztos, hogy mindent föl lehet venni, tökre jó. És sőt, az a legjobb, hogyha ilyen természethangok vannak így eltekerve, és akkor lehet simán űrhangot csinálni. Nem láttátok azt a videót, hogy egy srác az egy ilyen, kvázi egy ilyen bonsai fához kötött egy ilyen hangszert, és abból csinált, és kvázi a fának az ágai, meg a kis izéi, azok adják a hangokat, és hogy milyen. Sőt, volt egy valami ízét, valami gombát is összedugtak egy szintetizátor. Egy modulátor szintetizátorral, és hogy az milyen zenét. Hát olyan zenét csinált, mint ahogy kinéz az a gomba körülbelül. Teljesen el tudom képzelni, hogy Ozorán a főfellépő egy gomba. Ez nagyon menő. És akkor én megjövök, és üttem a lábdobot. Az emberek meg... Jó, hát mindent lehet. Vagy lehet ilyen hangokat gyártani, tegnap olvastam. Volt egy ilyen cikk, hogy egy furcsa környezeti zajokat hallanak mostanság az emberek, mert lehet, hogy túl nagy a csend, és ki tudja, hogy az kamu-e, mert egyébként lett valaki egy stúdióban megcsinálta, igen. De azért elég para. Ja, hát a Yeti is előjön, gondolom, most ilyenkor. Tényleg, ha látjátok, szóljatok már, írjatok nekünk. Plusz egyébként cseten kérdezettek tőlünk, ezt már mondtam? Cseten kérdezettek tőlünk, srácok. Te mondtad, mondd még egyszer. Cseten kérdezzetek tőlünk. És egyébként 15 napig itt láthatjátok, majd utána YouTube-on fönt lesz örökre. A Dióra pedig ma muzsikálni fog nekünk, srácok. Sok-sok csiszolódás, sok kialakulást kívánok nektek. Király az első EP. Köszönjük szépen a meghívást. Fél óra. Sőt, 41 percnél járunk. Úristen, nagyon jó veletek beszélgetni. Úgyhogy hát a végtelenségig el lehet, hogyha úgy akarjuk, de hagyunk titeket zenélni, úgyhogy nyugodtan készülődjetek. Mi meg addig elmondjuk a szokásos köreinket, hajráskacok! Szóval, ami fontos, hogy ugye most a jelenlegi helyzetben nem sok lehetőségünk van, nyugodtan menjetek el, nem sok lehetőségünk van élő zenét hallani, viszont itt minden akkor zajlik, amikor ti nézitek. Úgyhogy nyugodtan kérdezzetek, cseten, figyeljetek, mert hogy minden csak most történik meg. Ugyan mondjuk meg tudjátok később is nézni. Igen, én is mindenképpen azt mondanám itt teljes mértékben egyetértve Hunorral, hogy nézzétek vissza a korábbi műsorokat is, hiszen elég jó, kiváló minőségben tudtuk rögzíteni a korábbi koncerteket, DJ-ket, úgyhogy érdemes megnézni a fellépő listát a múltból, illetve figyeljetek arra majd, hogy mi lesz a jövőben, hiszen lesz még nálunk idén koncert azért, ugyanúgy, ahogy eddig is, sőt, mi több karácsonyi hangulatban és újévi előkészületben is mindazon leszünk, hogy ezt a hát enyhén szólva borzasztó évet ezt megpróbáljuk feledésbe meríteni, és akkor új energiákat szerezve pedig felkészülünk a 2021-re, ahol a csatorna megy tovább. Minden ugyanúgy lesz, csak hatványozva. Azt hiszem ez így van. Maszk nélkül. Megpróbáljuk maszk nélkül a somány. Lássátok, hogy van alsó része az arcunknak egyébként. Így néz ki. Mi pedig azt kérjük tőletek, hogy annyiban segítsétek a munkánkat, hogy iratkozzatok fel, szuboljatok a csatornára, jöjjenek folyamatosan a hozzászólások, kritikák, bármit, kommentek, szívesen fogadunk bármit, amivel azt gondoljátok, hogy jobbá lehet tenni a műsort, hogyha sokat szuszogtam, vagy a Hunor nem zselészte eléggé be a haját ma, akkor ilyesmire is teljes mértékben kíváncsiak vagyunk. Most pedig úgy gondolom, hogy kezd a dióra, úgyhogy lassan átadjuk a szót. Igen, még annyit hadd mondjak el nektek, hogy javasoljatok nyugodtan, hogyha valakit szeretnétek látni, javasoljátok, vagy újra látni akár, viszont látni, akkor javasoljatok. Bármilyen építő jellegű kritikát egyébként szívesen veszünk, úgyhogy küldözgessetek ötleteket zenekarokra. És tényleg, hogyha bármi van, írjatok nekünk, ennyi, nyitott az egész. Alakul? Akkor a stúdióban a Dióra. This is something new between you and me. This is something new. This is something new between you and me. This is
Koncentrálni kell, igen, amint látjátok, itt sok, sok minden van, amit lehet nyomkodni. Meg is nézem, melyik szám jön. Az Ikaruszt fogjuk játszani. Ez pedig a klippes nóta volt, de aki látta a beszélgetést, ő már látta a klippet is. Mindjárt állítok, és mehet is.
here in the solar system. I've never met a creature strange like you. Are you? This love is new for me. This love is killing me. Are you gonna hurt me or lift me? Why do the weekends go so fast? I feel like a modern Cinderella. Before you ask my name at last, I had to run to catch my ride. Boy, you look me in my eyes.
Világító rózsaszínnel setlistet írni, hát egy semmit nem látok. Na mindegy. Frozen. Ja jó, most akkor el fogunk játszani. Várjatok, még oda sem néztem a falra. Lehet, hogy azért mutogatnak kintről, hogy valaki már írt? Persze egyre szarabb a szemem, ahogy öregszem. Jaj, de jó. Köszönöm szépen, pedig még egy kicsit paráztam. Na jó, hát tényleg nem tesz jót az, hogy nincsen állandóan koncert. Ugye? De annak is örülünk, amennyi volt. Na szóval most azt a dalt fogjuk eljátszani, amivel elindultunk a dal című műsorban. Hogy is mondta Marosi annak idején? Beadtuk a dalt a dalba. Ez volt. A Frozen King következik. When I was young, but I can tell, I still remember the story of the frozen man. He was a king, he had a wife. Their hearts were beating warm at night, but when she passed away, his kingdom turned into ice. Now I'll feel the same.
tudok. Mi? Szerintem a beálláson jobban toltam. Na jó, nem. Ezek csak ilyen belső parák. Tényleg. Olyan jó már megint játszani. Most jön csillag közé? Uh-huh. Akkor átállítjuk arra. Ha minden igaz, a laptop is úgy akarja. Várjál, valamit benyomtam. Amit nyomkönt. Ja. És akkor ez a magyar szöveg. Meg a kerekes sugárkának. Túl gyorsan haladunk, úgyhogy közben olvasni is kell. Hú, de itt még állítgatnom is kell, fiúk, nem nézzétek, hogy akkor valaki... Melyikre is állítunk valakit? Most jön a paranóta. Jó kis cuccok ezek a színes kis kockák. Ja, igen. Vicces dolgokat lehet. Például ilyeneket. Nem adjam? Nehogy megkavarjál. Úristen, és még szomjas is vagyok. Ez a füst azért tényleg. Utóver. Akkor most jöjjön egy feldolgozás, mert
Csak azért, mert szeretjük, nagyon szeretjük a Bishop Briggs nevű csajszit, mert szeretem, hogy ilyen blúzos dolgokat csinál. Ilyen blúzos, motownos, kicsit templomi, mindezt elektronikus alapra. Eléggé király. Úgyhogy ezt én kezdem ezt a dalt. Down in a passway, no quarter from these chains that I've slapped on my heart for a feeling. Why can't I let my demons lie? Keep screaming into the pillow, 'cause your taste still gets me stupid high. Oh glory, I'm a believer. Oh glory, I'm a tripod. Azt a helyiek írták, azt a jó hosszút. Igen, nagyon jó. Gyerekek, ez itt egy nagyon jó helyszín, el kell, hogy mondjam. Egész nap itt tök jól érezzük magunkat. Nagyon hangulatos ez a stúdió. Tök jó fények vannak, meg minden. Épp egy ilyen dzsungelfalra nézek. Egy borostyám van velem szemben. Közönség helyett, de most ezzel kell beérnünk. Ti meg otthon tomboljatok. Ehettek, ihattok közbe. Ja, tényleg, akár fürdőkádból is lehet nézni, tényleg. Mert fürdőkádas képet raktunk ki, és akkor arról eszembe jutott, hogy egyszer a halftime show-t is onnan néztem már, mint csak az elejét. Csak egy fél órát áztattam magam. Melyik jön? Ó, ja. Hú, már itt tartunk, gyerekek. Húha, gyorsabban megyünk, mint gondoltam. Az interjú is milyen gyorsan megy, vagyis hosszúnak tűnt, de... Jósan elment. Jaj. Megnyomok valamit.
Yeah, ezt én kezdem. Szóljatok, ha mehet kell. Oh yeah. No. In the morning, I'm still driving through the town, looking out of the window from the backseat, still chasing you around. I hope you'll be there where I'm going to. I hope you'll be there, 'cause I feel this hunger can't wait any longer. When I hear
Greg Laci, Szintis Laci. Mostantól így hívjuk. És Kovács Norbi. Dobok. Puk tapad, minden. Puk tapad, oda tapad. Bej. Oh, yeah. Köszönöm szépen, nagyon kedves vagy. Próbálok. Hello. Aha. Én készen állok. I was five and he was six. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang. He shot me down. Bang, bang. I hit the ground. Bang, bang. That awful sound. Bang, bang. My baby shot me down. Seasons came and changed the time. When I grew up, I called him mine. He would always laugh and say, remember when we used to play? Bang, bang, I shot you down. Bang, bang, you hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, I used to shoot you down. Just like oil and water, shaking up in a bottle is something beautiful, but in the end they always separate without a word to share. I share my bed with you. I'm not fully yours, but just pillow. Below, 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 below,
the day, counting the minutes, the hours, the days, counting the minutes, the hours, the days, counting the minutes, the hours, the days, long lost to be with you. Csináljatok nekünk emojikat, igen. Vagyis, hogy találjátok meg, mik azok, amik a legjobban illenek. Ja, yeah, az tényleg rohadt jól néz ki, az a szárnyos. Ezt használjuk majd logónak, vagy valami ilyesmit csináljunk. Bejön. Ready? Na hát akkor alakul a molekula, gyerekek, hamarosan vége. Viszont most már nem ilyen lassú lesz. Most egy kicsit elmegyünk valami tengerparti helyre. Let's move on to the next.
Köszi! Jaj, gyerekek! Jó meleg lett itt, egyébként. Még jó, hogy ezzel a fölsővel készültem. Egy kapucnis pulcsiban már. Már lefogytam volna 2,5 kilót. Ja, figyelj, Norbi, már mindig elindított, szóljál, mikor elindul, mert akkor nem popázok vele. De már mindegy is, mert ez az utolsó számunk. Ezt is te kezded. Én? Hát mert te... Te szoktad azt mondani, hogy te vagy egy... Ja, én vagyok egy party animal. Norbi egy party animal. Laci egy, Szint is Laci, és Party Animal! Ja, szóval nagyon szépen köszönjük, hogy meghallgattatok, megnéztetek bennünket, illetve hát folytatjuk a számok írását, úgyhogy majd hosszabb lesz a műsor, de mára ennyi fért bele. Úgyhogy jöjjön a Party Animal! Just one. Köszönjük, srácok, nagyon király volt. Gratulálunk, nagyon menő volt. Hogy éreztétek magatokat?
Gratulálunk. Jó, kicsit befeszülve. Azért igen. Mégis csak tényleg. Hát ezt nem hallottuk, gratulálunk. Gratulál. Király volt. Hát ja, sok mindenre kell itt figyelni. Ti is hallottátok a diórát, hogy milyen sárkány műsort csinált nekünk ide most csütörtök estére. Úgyhogy maradjatok velünk itt az Open Music Channel-ön a jövőben is, hiszen 28-án lesz még egy műsorunk idén a Lazarusszal, de addig is nagyon-nagyon boldog ünnepeket, meg karácsonyt kívánunk nektek. Bizony, boldog karácsonyt mindenkinek, és javasoljatok nekünk, hogy kiket hívjunk jövőre, írjatok bátran, és egyébként köszönjük is, srácok, mert nagyon-nagyon-nagyon jó volt. Nektek is kellemes ünnepeket. Köszönjük, viszont kívánjuk nektek. A mostani koncertet még 15 napig a Twitch-en meg tudjátok nézni, utána pedig a YouTube-on lesz elérhető. Az egész stáb nevében én Greg vagyok, ő pedig Hunan. Kint van Ábris, Zoli, Ricsi, Zsolti, Cini, Köge, nagy tapsot mindenkinek és nektek is, köszönjük, hogy néztünk. És török Dávidnak. Igen. Neki is. Illetve fontoljátok meg, hogy feliratkoztok a csatornára, ajándékozzatok meg minket egy szubbal, jöjjenek a kommentek, hozzászólások, várjuk őket szeretettel. Nagyon szép estét kívánunk nektek. Boldog karácsony. És boldog karácsony. Sziasztok, 28-án találkozunk.